Kalocsán is ünnepélyes eskütétellel kezdte meg munkáját az újonnan megválasztott képviselőtestület. Az alakuló ülést október 14-én hétfőn a Városháza dísztermében tartották, ahol a hozzátartozók mellett a Bajai Szakképzési Centrum kancellárja, az iskolák igazgatói, az intézmények vezetői, a helyi rendőrkapitányság, a tűzoltóság parancsnoka és számos vállalkozás vezetője is megjelent. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat, Kalocsa város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Kalocsa város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. És meggyőződés szerint Isten engem úgy segéljen. Miután a képviselőtestület 12 tagja az esküt letette, dr. Bagó Zoltán különpolgármesteri esküt is tett. Én, dr. Bagó Zoltán, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak a törvényhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. A polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kalocsa város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Ezt követően az alpolgármesterek személyéről szóló titkos szavazás következett. Személyükre a törvény szerint a polgármester tehet javaslatot. Bagó Zoltán először Kákonyi Istvánt, majd dr. Vince Andrást kérdezte meg, hogy a főállású alpolgármesteri, illetve a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztséget elfogadják-e. Mindkét képviselő igennel válaszolt. Ezután háromtagú szavazatszámláló bizottság alakult, majd a képviselők külön terembe vonultak a szavazási procedúra lebonyolítására. A szavazás részletes eredményét dr. Kis Csaba jegyző ismertette. Először a főállású alpolgármester választásnak szeretném ismertetni az eredményét. Ahogy képviselő is elmondta, 12-en vettek részt a szavazásban. Mindösszesen ugye 24 szavazólap volt így a urnában. Kárkony István alpolgármester jelöltre 6 darab igen szavazat és 6 darab nem szavazat érkezett. Vince Andrásra, a társadalmi megbízatású alpolgármester jelöltre, ugyanúgy 12 fő tette le a szavazatát, 12 igen szavazatot kapott és nem szavazat nem volt. Köszönöm szépen. Akkor megállapítom, hogy ma a képviselőtestület társadalmi megbízatású alpolgármesternek dr. Vince András urat megválasztotta. Szívből gratulálok. A folytatásban dr. Vince András letette az alpolgármesteri esküt, majd a képviselők a polgármester illetményét, nyelvvizsgapótlékát, költségtérítését, majd az alpolgármester tiszteletdíját, nyelvvizsgapótlékát és költségtérítését a jogszabály szerinti mértékben határozták meg. Az ülés a polgármesteri program ismertetésével folytatódott, amelyről Közéleti magazinunkban számolunk be. Az ülés végén zárt ajtók mögötti tanácskozást követően dr. Bagó Zoltán polgármester bejelentette, hogy a képviselők a vagyonhasznosítás és könyvvezető non-profit Kft. Ügyvezetőjének dr. Bálint József Miklóst választották meg. Erről szintén külön anyaggal készülünk nézőinknek. Az alakuló képviselőtestületi ülés zárásaként a jegyző a képviselői jogokról és kötelezettségekről, valamint a vagyonnyilatkozati eljárásról adott tájékoztatást.